Ma eredetileg egy másik témáról akartam beszélni nektek, amire szintén sort kerítek majd egy alkalommal, viszont ahogy arra készültem, megnéztem Ashley Ambersnek egy videóját, akit ha nem ismertek és érdekelnek titeket az ilyen anyasággal kapcsolatos témák, akkor szerintem érdemes követni, mert van egy szuper videóesszé sorozata, a Motherhood in Progress, amiben nagyon érdekes anyasággal kapcsolatos témákat boncolgat. És ez a videó, amit most említettem, arról szól, hogy milyen veszélyei vannak annak, hogyha megpróbáljuk túlságosan varázslatossá tenni a gyerekkort, tehát a gyerekeinknek a mindennapjait, és olyan dolgokra gondol itt, mint az ilyen fantasztikus, teljesen over the top születésnapok, vagy az Elf in the Shelf mozgalom, annak is az a verziója, amit már így nagyon a végletekbe visznek emberek, és ilyen teljesen fantasztikus dolgokat találnak ki minden napra, vagy az, hogy Instagramon meg TikTokon nagyon sok olyan videó van, ami arra buzdít, hogy a gyerekednek minden egyes pillanatát kösd le, és ezeket hallgatva jutott eszembe, hogy lehet, hogy érdemes lenne egy picit így általánosabban beszélgetni erről az egész jó anyaság témáról, mert úgy érzem, hogy ez mindannyiunkat foglalkoztat, legalábbis nekem szerintem szinte nincs is olyan anyuka ismerősöm, főleg az én korosztályomban, vagy az én generációmban, aki ne érezné azt időnként, hogy nem elég jó, vagy nem csinál eleget, vagy hogy valamiben nem marad alul. És nyilván az nagyon-nagyon szubjektív, hogy kinek mi az elég, vagy hogy mitől lesz valaki jó vagy rossz anya, de szuper szerintem, hogy most már lehet ezekről a dolgokról beszélgetni, bár nyilván az is nagyon függ a közegtől, amiben mozgunk, hogy mennyire lehet, mert sok esetben még mindig azt tapasztalom, hogy ha valaki úgymond panaszkodni mer, vagy felmer szólalni az anyaságnak a negatív oldalairól is, akkor rögtön lecsapják, rögtön megkapja, hogy miért nem vagy hálás, meg hogy te akartad, stb. De merem remélni, hogy a többségünknek azért nem ez a valósága, és hogy legalább egymással tudunk kapcsolódni ilyen szinten. Természetesen nagyon sok változás van ilyen szempontból a generációk között is, ami szerintem teljesen normális. Például nekem nagyon nehéz azt nézni, ahogy az én nagymamám viszonyul Leóhoz, és folyamatosan ilyeneket mond neki, hogy ne menj oda, leesel, megütöd magad, eltöröd, levered. Értitek? Ami értem, hogy egyrészt abból jön, hogy aggódik miatta, meg hogy a legjobbat akarja neki, de másrészt úgy érzem, hogy egy olyan gondolkodás módból jön, ami azt mondja, hogy a kisgyerekek nem képesek semmire, buták, nem tudnak semmit, ügyetlenek, kárt fognak okozni magukban meg másokban, amiben nyilván van valami, de hogy szerintem egyrészt ez nem teljesen igaz, másrészt, hogyha így kezeljük őket, az valószínűleg egy ilyen önbeteljesítő jóslattá válik. Egy másik kedvencem az az volt, amikor azt mondta nagymamám Leónak, hogy majd, ha értelmesebb leszel, akkor mondok neked mondókákat vagy verseket, amin hát nem tudtam nem nevetni. És nem fejtettem ki neki, hogy mama, mi Leónak születése óta, sőt, már amikor a pocakomban volt, akkor is minden este olvastunk neki, és hogy ez nem úgy működik, hogy először értelmesebb lesz, és aztán elkezdünk neki olvasni, vagy verseket mondani, hanem fordítva, hogy attól is lesz értelmesebb, hogy olvasunk neki. De, ahogy mondtam, természetesen nagymamám egy teljesen más generáció, másképp nevelkedett, más dolgokat tanult, mások a prioritásai, más dolgok fontosak számára, és hogy tele van jó szándékkal, ez nem is kérdés, és biztos vagyok benne, hogy egyébként minden anyuka tele van jó szándékkal, tehát mindenki a legjobbat akarja a gyerekének, viszont amit látok így kollektíven, hogy annyira bizonytalanok vagyunk abban, hogy az, amit mi a gyerekünknek akarunk, elég jó-e,
hogy így gyakran kivetítjük a kétségeinket egymásra, és nagyon könnyen egymás torkának tudunk esni. A Nem alszik a baba Instagram oldalon volt egy ilyen videó nemrég, ami nyilván poén és sarkítás, de hogy azért elgondolkodtató, hogy szülők az 1950-es években, a gyerekeim el vannak látva étellel, van fedél a fejük felett, szuper anya vagyok, és ezzel szemben szülők ma. Eleget kapcsolódtunk ma? Mikor voltam utoljára orvosnál? Tegnap kiabáltam, vajon még biztonságos a kötődésünk? Ki kell dolgoztunk a tökéletes esti rutint? Mennyi képernyő idejük volt ma? Lehet, hogy szoronganak? Nem szabad nekik továbbadnom a traumáimat. Ki kell ittatnom a vegyszereket, a műanyagokat és a feldolgozott ételeket a háztartásból. Csak organikus tápláló ételeket adhatok nekik. Lehet, hogy légzési problémáik vannak? Töltődnöm kell, hogy türelmes tudjak maradni. El kell mennem egy hormonvizsgálatra. Elég időt töltöttünk ma a szabadban? Abban a posztban az volt, hogy nem mondjam, hogy szép munka, de mégis mondtam, most megbuktam. És ahogy mondtam, nyilván ez egy poénnak szánt poszt, de hogy szerintem mindannyian át tudjuk érezni, és erről is az egy kicsit eszembe, amit lehet, hogy már egy videóban említettem, nem tudom, hogyha ismerős számotokra a Good Place sorozat, aminek az a lényege, hogy mi alapján jut be valaki a mennyországba, és hát egy picit általánosabban taglalja ezt az egész jó ember vagy jó személy kérdését, és a végén arra jutnak, anélkül, hogy így nagyon elspoilerezném, hogy azok a szabályok, ami alapján ők felállították azt a rendszert, hogy hogyan jut be valaki a mennyországba, ma már nem működnek, mert annyira komplex lett a világ, hogy egyszerűen rengeteg beláthatatlan következménye van a döntéseidnek, és azt hiszem egy ilyen paradicsom példáját hozzák ott, hogy most már nem azon, hogy elmész az üzletbe és megveszed egy paradicsomot és hazaviszed és megeszed és annyi, hanem most már végig kell gondolnod, hogy az a paradicsom vajon vegyszerezve volt-e, vagy organikus-e, jó-e egyáltalán neked és a családodnak. Az egy kérdés, hogy jó-e nektek és a családodnak, de a másik az, hogy honnan jött, mekkora az ökológiai lábnyoma, műanyagban van-e csomagolva, hogyha igen, az mennyire környezetszennyező, stb. És azért lássuk be, hogy ezeknek a mentális munkáknak, meg terheknek a nagy részét minden háztartásban a nők meg az anyukák viszik. És a gyereknevelésben is. Tehát nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nálunk én vagyok az, aki mindig végig gondolja, hogy jön az ősz, akkor nézzük meg, hogy milyen ruhái vannak Leónak, amiket másoktól kaptunk, az elég lesz-e, hogyha nem, akkor mit kell venni még, van-e cipője, van-e kabátja, az óviba bölcsibe, mert ugye most már Leo is bölcs is, mit kell vinni, kell-e neki hátizsák, vagy sem, van-e dobozon be kaját csomagoljunk egyáltalán, milyen kaját fogunk csomagolni neki, akkor elmenni szülőértekezletre. Én elvállaltam a szülőértekezleten, hogy megrendelem a felszerelést a gyerekeknek, aztán valaki szerencsére átvállalta. De hogy értitek, tehát hogy az egész egy ilyen úgy érzem, hogy attól kezdve, hogy valaki felnőtt nővé válik, elindul egy ilyen hógolyó effektus, főleg, hogyha már saját háztartásod is van, és ezt itt nem lehet megállítani. És Henry szokta néha mondani, hogyha én valaha kórházba kerülök hosszabb időre, neki például fogalma sincs arról, hogy honnan rendeljük a szappant, meg a sampont, meg a pelenkát, meg a bármit, mert hogy mi például nem azt csináljuk, hogy bemegyünk egy nagy üzletbe, és onnan megvásárolunk mindent, amire szükségünk van, hanem így az évek során összegyűjtöttük, meg kialakítottuk magunknak, hogy honnan mit szeretünk venni, de hogy ezt általában én tartom kézben. És én azt érzem, hogy a gyereknevelés is ugyan ennyire bonyolult lett. Tehát, ahogy mondtam, az a videó ugye sarkít, de valahogy például, amikor mi voltunk gyerekek, úgy érzem, hogy nem komplikálták el ennyire a dolgokat, ami nem azt mondom nyilván, hogy jobb volt, meg nyilván a mi generációnk is tele van traumákkal, biztos vagyok benne, hogy a mi gyerekeink generáció is tele lesz traumákkal különböző okok miatt, viszont valahogy egyszerűbben látták az emberek a gyerekek igényeit. És nem arra akarok visszatérni,
de úgy érzem, hogy manapság túlságosan nagy nyomást teszünk magunkra. És egyébként ennek már azért sem látom értelmét, mert hogyha megnézzük a tudományos kutatásokat csak az elmúlt 50 évben, rengeteg minden változott, nagyon-nagyon gyorsan fejlődik a tudomány, változnak a szokásaink, az internet elterjedésével minden felfordult, és hogy azt érzem, hogy nem jelentheti ki senki határozottan, hogy jól van, akkor a falatkás hozzátáplálás a módszer, ami a legjobb a gyerekeknek, mert lehet, hogy 5 év múlva már lesz elég adatunk ahhoz, hogy tudjuk, hogy igenis az nem a legjobb, és lehet, hogy jön egy teljesen új módszer, amiről eddig nem hallottunk, és aztán mindenki azt fogja elkezdeni. Ezt úgy mondom, hogy mi is a falatkás hozzátáplást követtük, és teljesen jól el voltunk vele, és Leo is jól el volt vele, úgyhogy ez nem annak a kritikája, hanem ez csak egy példa volt arra, hogy nyilván mindannyian próbálunk belekapaszkodni valamibe, és szeretnénk biztosak lenni abban, hogy a döntésünk az helyes, mert a legjobbat akarjuk a gyerekünknek, de hogy igazából soha semmiben nem lehetünk biztosak. És ez természetesen nagyon-nagyan nehéz feldolgozni, olyasmi ez szerintem, amivel egyikünk sem akar szembenézni, és egyikünk sem akar egész éjjel fent lenni amiatt, hogy azon gondolkozzon, hogy akkor biztos, hogy a falatkás hozzátáplálás volt-e a helyes döntés, vagy már ezt csináljuk egy hónapja, de térjünk át valami másra. Szerintem a többségünk egyébként is rágódik egy csomó ilyen úgymond hülyeségen. De azt látom, amit már mondtam a videó elején is, hogy sokan nem tudják ezt magukban feldolgozni, hogy milyen belső konfliktusokat eredményez az, hogy te a legjobbat akarod a gyerekednek, de nem lehetsz benne soha biztos, hogy valóban a legjobbat adod-e neki, hogy inkább azt választják, hogy így az ebből fakadó frusztrációikat kifele tolják, és hogyha én eldöntöttem, hogy BLV-zek, és tuti biztos akarok lenni benne, hogy az a legjobb, akkor mindenkit lehülyézek, aki pürét ad a gyerekének. És ez például szerintem az internet ezt a fajta hozzáállást meg viselkedésmódot nagyon-nagyon felerősítette, mert az emberek éreznek egyfajta anonimitást a képernyőjük mögött, nem gondolnak bele, hogy mondjuk aki feltölt egy YouTube videót, az is ember, annak is érzései vannak, az el fogja olvasni azt a kommentet, végig fogja gondolni. Ezért van egyébként sokszor, hogy ha egy negatív kommentre válaszolsz, az illető vagy teljesen eltűnik, vagy akár le is törli az eredeti kommentjét, mert szerintem akkor tudatosul benne, hogy ja, várjál, ezt valaki elolvasta és reagált is rá, és nem egy robot van a másik oldalon. De hogy ugyanígy például az anyukás Facebook csoportokban is sokszor látom, hogy az emberek nem tudnak kulturáltan véleményt nyilvánítani. Alapból sokszor akkor is elmondják a véleményüket, amikor nem kérdezte senki, és nem úgy mondják el a véleményüket, hogy figyelj, én így csináltam, lehet, hogy te is megpróbálhatnád így, hanem úgy mondják el, hogy te idióta vagy, és tönkre fogod tenni a gyerekedet, és így kell csinálni, mert ez az egyetlen helyes út. És nyilván ez egy ilyen általánosabb probléma, nincs vitakultúránk, nem tudunk szöveget értelmezni, nem tudunk konfliktusokat kezelni, tehát hogy ez nem csak a gyereknevelésben nyilvánul meg, de azt érzem, hogy az anyuka közösségekben ez hatványozottan előfordul. Ugye az egyik ilyen nagyon megosztó téma az a bölcsi, meg az ovi, meg hogy hány éves kortól kell, meg lehet, meg szabad, meg mennyire káros a gyerekeknek az, hogyha 3 éves kor alatt intézménybe mennek, és most már erről is rengeteg egymásnak ellentmondó kutatás van, mert szerintem ebben is egyébként nem mindegy, hogy mekkora korú gyerekekkel végzik a kutatásokat, milyen környezetben, milyen az otthoni légkör, mennyit vannak együtt a szüleikkel, stb. Tehát szerintem ez pont egy olyan dolog, amiben nem lehet, egyrészt nem lehet általánosítani, mert minden család és minden helyzet más. Másrészt mi azért Magyarországon meg Romániában óriási luxus helyzetben vagyunk azzal, hogy a gyereknevelési az egy viszonylag hosszú időszak, míg más országokban pár hónapot kapnak az emberek,
és nem biztos, hogy meg tudnak élni egy fizetésből, tehát gyakorlatilag nincs választásuk, és muszáj visszamenniük dolgozni, és akkor vagy kifizetnek egy dadust, vagy beadják a gyereküket intézménybe. És ezzel kapcsolatban láttam egy kommentet egy videó alatt, ami így szólt, hogy 5 évet voltam otthon egyben, hát már minden bajom volt őszintén szólva, a gyerekeknek viszont 3 éves kor alatt a családjukkal van szükségük nem idegenekre. Családjukra van szükségük nem idegenekre. És egyébként meglepett, hogy a válaszok erre a kommentre eléggé kulturáltak voltak, és az emberek próbálták finoman megfogalmazni, hogy nem biztos, hogy oké ennyire általánosítani, meg hogy ez az illető szerencsés, hogyha neki lehetősége volt 5 évet egyben otthon maradni, hogyha ezt szerette volna, de hogy ez nem mindenkinek adatik meg. Viszont, ami nekem nagyon szemet szúrt ebben a kommentben, az a rész, hogy már minden bajom volt őszintén szólva. És hogy úgy érzem, hogy ez a fél mondat nagyon-nagyon jól tükröz egy ilyen általános jelenséget, ami az, hogy attól a perctől kezdve, hogy te anyuka leszel, a saját igényeidet utolsó utáni helyre sorolod. Ma reggel volt ilyen, Henry most el van utazva, és Leóval felkeltünk, ugye el kellett készülnie a bölcsibe, tehát fel kellett öltöztetnem, reggelit csomagolni neki, és a macskákat is megetetni, mert a macskák megszokták, hogy hajnali 5 vagy 6-kor kapnak enni, amikor Henry felkel, és mi meg 8 órakor mentünk le már, úgyhogy már ordítottak gyakorlatilag, és pont akkor gondolkoztam, hogy milyen jó, tehát hogy én annyit csináltam, hogy elmentem pisilni. És utána gondolkoztam a konyhában, hogy milyen jó, hogy a gyerek az első, a macskák a második helyen vannak, és az, hogy én még az arcomat se tudtam megmosni, az úgy, nem tudom, egy ilyen elfogadott dolog. És hogy nyilván ez az én döntésem is, hogy így csinálom, nem lenne muszáj, de hogy azt érzem, hogy egyrészt ez így társadalmilag belénk van kódolva, hogy attól a perctől kezdve, hogy te férjhez mész, és gyereked lesz, valaki mást kell kiszolgálnod. Másrészt meg szerintem nagyon sokunkban, hogyha nem is tudatosan, de az is bennünk van, hogy nem akarunk csalódást okozni. Nem akarunk csalódást okozni a párunknak, a gyerekeknek, a macskáknak, és ezért inkább a saját igényeinket hátrébb soroljuk. És azt érzem, hogy ezen így egyrészt egyénileg, de másrészt meg a közösségekben, meg össztársadalmilag is változtatnunk kellene, hogy olyan példát mutassunk a gyerekeinknek, amiből azt látják, hogy anya is ember, anyának is vannak igényei, anyának is vannak hobbiai, anya is szeretne megcsinálni dolgokat magának, kreatívkodni, sportolni, egészségesen enni, elmenni nyugodtan egyedül pisilni, ami mindannyian tudjuk, hogy főleg egy ilyen másfél éves gyerekkel szinte elképzelhetetlen, meg luxus, és ez például szerintem pont egy olyan dolog, amiben nehéz határt húzni, mert nem fogom bezárni az ajtót azért, hogy ő üvöltsön a másik oldalon. Tudom, hogy le fog járni ez az időszak, és túl fogjuk élni, de hogy vannak viszont más dolgok, amikben szerintem sokkal fontosabb, vagy hát fontosabb jobban letenni a lábunkat, és azt mondani, hogy ebből nem engedek. Én is úgy mondom ezt, hogy én sem ezt csinálom. Tehát számomra például a sportolás az egyik olyan dolog, hogy amikor várandós voltam, azt mondtam, hogy oké, akkor Leo megszületik márciusban. Azt mondták a szülésfelkészítőn, hogy kell a testnek is legalább 9 hónap, hogy tökéletesen regenerálódjon, szóval megvárom annak az évnek a végét, és akkor 2024. januárjától visszatérek a rendszeres sportoláshoz. Szerintetek ebből mi valósult meg? Azt hiszem, hogy az elmúlt lassan 10 hónapban kb. 5-ször jogáztam, 2-szer elmentem biciklizni, és ennyi volt. Ja, meg nyáron néhányszor úsztam, de hogy ez volt az összmozgásom az évben, és borzasztóan hiányzik, érzem, hogy nem úgy mozgok, mint előtte, fáj a hátam, folyamatosan rettegek attól, hogy egy rossz mozdulattól beáll, és főleg ilyenkor, amikor Leóval egyedül vagyok itthon, fogalmam sincs, hogy mit fogok csinálni, de hát, hogy ott van a fejemben, hogy muszáj, egyszerűen muszáj erre időt szánnom, de mégis, amikor aközött kell választanom, hogy
oké, akkor főzök-e ebédet, hogy legyen, mit egyen a gyerekem, vagy jogázok, akkor az ebédfőzést fogom választani. És hogy ebben látom a problémát, hogy nem kellene ez egyáltalán kérdés legyen. Tehát valahogy sokkal több segítségre, sokkal nagyobb hálózatra, megtartó hálóra lenne szükségünk ahhoz, hogy tudjunk egyszerűen magunkra időt szánni, és ne csak, hogy tudjunk, hanem, hogy akarjunk is, tehát tudjuk tényleg prioritásként kezelni. Ez egyébként azért is nagyon fontos szerintem, hogy ne azt tanítsuk meg a gyereknek, hogy ő a világ közepe, még hogyha mi, anyukák, sokszor így is érezzük, mert ezt az érzést, vagy ezt a gondolatot fogja továbbvinni aztán magával a közösségekbe, a munkahelyére. És sokkal fontosabb szerintem az, hogy empátiára neveljük a gyerekeket, meg megtanítsuk nekik azt, hogy milyen fontos osztozni azon, amiük van, és mások igényeire is figyelni, anélkül, hogy a saját igényeiket elhazudtolnák saját maguktól, de szerintem ezt is példával, vagy példamutatással lehet a legkönnyebben megtanítani. Illetve a másik dolog, ami eszembe jut ezzel kapcsolatban, főleg, hogyha fia van valakinek, hogy én nem azt az elvárást akarom beültetni Leóba, hogy a nőnek az a feladata, hogy kiszolgálja a férfiakat meg a családját, és amikor majd ő párt keres magának, hogyha női párt szeretne magának, akkor olyan keressen, aki szó nélkül főz, mosogat, takarít, neveli a gyerekeket, nincsenek igényei, nincsenek hobbiai, mert hogy tudom, hogy számomra milyen nehéz ezeket a főleg saját magammal szemben támasztott elvárásokat cipelni, és nem akarom egy jövőbeli nőnek, aki most még kisbaba, vagy lehet, hogy meg sem született, ezt a terhet továbbadni. Azért is nehéz kérdések ezek szerintem, mert a legtöbben, még hogyha nem is tudatosan, a gyerekeinken keresztül a saját belső gyerekünket is babusgatjuk, meg nevelgetjük, és hogy így megpróbálunk a gyerekünknek megadni mindent, amit mi a saját gyerekkorunkban hiányként éltünk meg. Legyen az meseolvasás, vagy közös játék a szüleinkkel, vagy tényleg fizikai tárgyak, játékok, ruhák, stb. És ezt látom abban is, amikor valaki egy 2 évesnek egy ilyen hatalmas szülinapi bulit szervez, 100 millió ajándékkal, 50 résztvevővel, felfogadott színésszel, ahol ez egyébként azt hiszem inkább Amerikában szokás, itt nálunk nem annyira, de hogy a vendégek is ajándékkal térnek haza, és hogy így ezek az emberek is próbálják szerintem megadni a gyereküknek azt, amit a legjobbnak éreznek, de az, hogy mit érzünk a legjobbnak a gyerekünknek, nagyon összefügg szerintem a saját hiányainkkal. És egyébként ezt én is érzem magamon, tehát ezt mindezt úgy mondom, hogy bizonyos fokig én is csinálom ezeket a dolgokat. Tehát pont most mondtam, amikor Leónak az őszi gardróbját raktam össze, hogy szeretnék neki nagyon-nagyon cuki ruhákat vásárolni, tudjátok, hogy az öltözködés nagyon fontos számomra, és a babaruhák hihetetlenül cukik, meg imádok szetteket kitalálni Leónak, és egyébként nem tudom, hogy követtetek-e már akkor, vagy hogy itt mennyire beszéltem erről, de hogy az egyik fenntartásom azzal kapcsolatban, hogy kisfiam lesz, az volt, hogy jaj ne, akkor lemaradok az egész cuki ruhák dologról, de hát nyilván kisfiúknak is nagyon-nagyon sok vagány dolgot lehet kapni, és hogy én is abszolút kiélem ebben az összes divattal, esztétikummal kapcsolatos vágyamat, meg szenvedélyemet, illetve ugyanígy játékokból is szeretném a legjobbakat, a legvagányabbakat megvenni neki, de például abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy megengedhetnénk magunknak, hogy több játékot vegyünk neki, de ez például egy olyan dolog, amivel kapcsolatban úgy döntöttünk, vagy arra jutottunk Henryvel, hogy a kevesebb több. Tudjátok, hogy próbáljuk a Montessori elveket követni, meg rotációban odaadni Leónak a játékokat, keveset elől tartani egyszerre,
De nem fogom elítélni azokat a szülőket, akik meg rengeteg játékot vesznek a gyerekének. Nyilván egy picit elítélem, vagy hogy mondjam, nem az, hogy elítélem, de hogy nem értek egyet vele. Viszont egyrészt nem fogom neki megmondani, hogy figyelj, amit te csinálsz, az szar. Másrészt meg tudom érteni, hogy honnan jön. Tudom, hogy, amit már szerintem százszor elmondtam ebben a videóban, hogy a legjobbat akarja a gyerekének, és hogy megvannak az okai annak, hogy miért veszi meg mondjuk a 120. kisautót. De benne van szerintem az is, amit a mi generációnk most már így próbál leküzdeni, de nagyon-nagyon mélyen bennünk gyökerezik, hogy a gyerekek problematikusak. Tehát, hogy régebb ugye az volt a hozzáállás, hogy a gyereket lássuk, de ne halljuk. Legyen csendben, ne másszon fel sehová, ne fogdosson össze semmit, ne törjön el semmit, ne tegyen kárt se magában, se másokban, se a környezetében, ne zavarjon, hagyja, hogy én nyugodtan végezzem a dolgomat. És én egyébként akkor szembesültem azzal, hogy bennem mennyire erősek ezek az érzések, amikor Olit örökbe fogadtuk, mert azelőtt Frida egy ilyen teljesen chilles cica volt, az a típus, amilyen gyerek egyébként én is voltam többnyire, hogyha letetted egy helyre, akkor kb. Ott maradt, tehát így nem zavarta nagyon a levegőt, viszont Oli ennek a teljes ellentéte volt, tehát Oli egyrészt nagyon-nagyon aktív volt, rengeteg figyelmet igényelt, jött, mászott rád, nem tudta még, hogy kell használni a karmait, vagy hogy kell behúzni őket, ugrott fel, karmolt össze, és ki voltam készülve az első hónapokban gyakorlatilag, és rengetegszer hagyta el a számat az, hogy nem szabad, nem szabad, nem szabad, Oli, fejezd be, ne menj oda, ne csináld, mint ahogy ugye mondtam, hogy nagymamám is lehoz hozzáll, de aztán rájöttem, hogy nagyon sokszor egyébként nem is csak az van bennem, hogy kárt fog tenni magában, vagy valami másban, hanem nekem valami más volt a fejemben, hogy annak a szituációnak hogy kellene mennie, vagy valami mást akartam csinálni, és ő zavart. És így nekem Olival már sikerült ezeken a dolgokon dolgozni egy kicsit, de nyilván egy gyerekkel ezek hatványozottan előjönnek. És egyébként azt figyeltem meg magamon Leóval kapcsolatban is, hogyha otthon vagyunk ketten délután mondjuk, és nincsen semmi sürgős feladatom, amit magamnak adtam, akkor sokkal több türelmem van vele játszani, kimenni az udvarra, elmenni nagymamámhoz, sétálni, stb. De hogyha benne van a fejemben, hogy nekem mondjuk fel kellene tölteni ma egy videót, vagy fel szeretnék tölteni egy videót, akkor irritál minden, mert azt érzem, hogy nekem most nem itt kellene lennem, nem ezt kellene csinálnom, hanem valami mást. És nyilván a videó feltöltés az egy ilyen sarkalatos példa volt olyan szempontból, hogy a legtöbb nőnek meg anyukának azért tele van az élete ilyen dolgokkal, amiket tényleg meg kell csinálni, mint ahogy mondtam, a főzés, a mosogatás, tudjátok, nem fogok több példát felsorolni, de hogy ilyenkor nehéz szerintem türelemmel állni a gyerekhez, amikor nyilván tudod, hogy ő a legfontosabb, de hogy közben benned van az, hogy még egy csomó minden más dolgot is meg kellene csinálnod. És ehhez kapcsolódik szerintem az is, hogy most már nagyon bennünk van az, hogy úgymond minőségi időt töltsünk a gyerekekkel, és lefoglaljuk őket, ne csak azért foglaljuk le őket, hogy kapcsolódjunk, hanem azért is, hogy ha mondjuk veszünk nekik egy játékot, amivel nyugodtan el vannak 10 percig, akkor az alatt a 10 perc alatt el tudjunk mosogatni. Ami egyrészt nyilván teljesen érthető, másrészt viszont szerintem ez a fajta gondolkodásmód abszolút összeköthető a kapitalizmussal, mint ahogy egyébként az óriási szülinapi bulik is szerintem, és nem elválasztható a produktivitás kultusszal, amit már, ha nem is szándékosan, de szerintem már a kisgyerekekbe is beleteszünk, de hogyha nem adunk nekik lehetőséget arra, hogy unatkozzanak, erre is vannak tudományos kutatások, hogy az káros hatással lesz a fejlődésükre, nem tudják kikísérletezni maguknak, hogy tényleg mik az érdeklődési köreik, mivel foglalkoznak szívesen, mit szeretnek játszani, mit nem szeretnek.
És egyébként szerintem mindannyian tudjuk, hogy a legjobb ötletek is úgymond az unatkozásból jönnek, vagy olyankor, amikor az agyunk nincs leterhelve. És a közösségi média mindezen abszolút nem segít, tehát az, hogy nyilván ott mindenki a legjobb formáját mutatja, és nem azokat a pillanatokat fogja megörökíteni, amikor a gyerek ordít, hanem azt, amikor szépen el vannak és játszanak, vagy együtt, vagy magukkal. Nyilván én is ezeket szoktam lefilmezni, hogyha filmezek ilyesmit, de hogy az, hogy folyton csak ezt látjuk, hogy másoknak milyen tiszta az otthona, milyen jól neveltek a gyerekeik, milyen szép játékaik vannak, milyen esztétikus a szobájuk, és hogy az illető milyen jó anya, folyamatosan azt az érzést erősítik bennünk, hogy mi nem vagyunk elegek. És szerintem nincs felkészülve az agyunk erre, hogy folyamatosan ezt érezzük, hogy te nem vagy elég jó, nem elég tiszta a házad, nem elég érdekes az életed, nem mentek elégszer nyaralni, nincs elég szép ruhád, nem találsz ki elég szórakoztató játékot a gyerekednek, nem elég extravagáns a szülnapi buli, amit összedobtál, vagy kitaláltál neki. Nem tudja szerintem az agyunk feldolgozni ilyen szempontból sem azt a rengeteg információt, meg benyomást, ami napi szinten ér minket. És azt látom, hogy a Tradwife mozgalom is nagyon-nagyon káros hatással van erre, ami elsősorban Amerikában éli most fénykorát, de sajnos egyre több magyar influencernél is látom beszivárogni, akár úgy, hogy egyesek a házi munkát úgy keretezik, hogy milyen jó, hogy egyáltalán van egy házam, amit tisztán tarthatok, és milyen jó, hogy vannak gyerekeim, akikről gondoskodhatok, ami nyilván alapvetően egy szép gondolat, és abszolút hálásnak kell lennünk mindenért, amink van. Viszont azt érzem, hogy ha ezt a gondolkodásmódot a végletekig visszük, azzal gyakorlatilag elnyomunk magunkban minden frusztrációt, minden negatív érzést, nem engedjük meg magunknak, hogy belássuk, hogy ez most nehéz, és oké, hogy nehéz, el fog múlni, lesz majd valami más, túl kell élni, hanem próbáljuk így erőszakosan a pozitívat látni a szituációban, hogy ez nem nehéz, nem lehet nehéz, mert én mennyire szerencsés vagyok, hogy itt van ez az 50 tányér, amit most el kell mosogatnom. Senki nem mondja, hogy nem vagy szerencsés, hogy van egy otthonod, meg vannak gyerekeid, meg vannak tányéraid a konyhában, de hogy lehessen már arról beszélgetni, hogy a mosogatás nem mindig van, és hogyha nem élvezed a mosogatást, és nem röpködnek csillámpónik a fejed fölött, miközben mosogatnod kell, vagy miközben a gyereknek a hányását mosod fel, akkor nem veled van baj. És hogy nem muszáj magadra erőszakolnod azt, hogy milyen boldog vagy, miközben ezeket az egyébként abszolút nem élvezetes tevékenységeket csinálod. Az utóbbi időben egyébként elég sokszor jön velem szembe az a mondat, hogy ha azon gondolkozol, hogy jó anya vagy-e, akkor valószínűleg elég jó anya vagy. És azt hiszem, hogy ezt így mindannyiunknak egy kicsit magunkkal kellene vinni, és kedvesebbnek, meg megengedőbbnek lenni magunkkal szemben, mert mindannyian, és egyébként ezzel a gondolattal először egy Brené Brown könyvben találkoztam, már nem emlékszem pontosan, nem tudom idézni, de valami ilyesmi volt, hogy teljesen meg fog változni a hozzáállásod az emberekkel kapcsolatban, hogyha úgy gondolkodsz róluk, hogy mindenki minden pillanatban a tőle telhető legjobb verzióját nyújtja. És nyilván ez nagyon sokat fog változni személyeken belül is, vagy személyenként is, hogy kinek, mikor, mi a legjobb verziója, fáradtak vagyunk, nyűgösek vagyunk, éhesek vagyunk, stresszesek vagyunk, és egyik nap sokkal türelmesebb tudsz lenni, mondjuk a gyerekekkel, mint másik nap, de hogy ez is teljesen normális, és nem tud senki mindig 100%-on teljesíteni. Van ez a szintén ilyen lassan klisésnek számító példa, hogy amikor a telefonod 18%-on van, akkor bedugod tölteni,
de mi magunk sokszor ilyen 5%-on működünk, és akkor sem engedjük meg magunknak, vagy akkor sem látjuk be, hogy pihenésre, töltődésre, segítségre lenne szükségünk. Így a végére fel szeretnék olvasni nektek néhány sort, amit Horváth Bernadett Nadi osztott meg egy sztoriban a napokban, aki szintén sokat foglalkozik anyaság témákkal, meg szülőséggel, gyerekneveléssel, egyszerűbb gyerekkorral, úgyhogy ha nem ismeritek még, akkor érdemes követni. És ő írta ezt, hogy a szülőségnek semmi köze a tökéletességhez, nem is a tökéletesség a cél, sem nekünk, sem a gyerekeinknek. Megtanulni együtt élni egy tökéletlen világban, szeretni egymást a tökéletlenségeink ellenére, vagy akár a tökéletlenségeink miatt, és növekedni emberként. Ne azt kérdezd meg magadtól a nap végén, hogy mindent jól csináltál-e. Kérdezd meg magadtól, mit tanultál, és mennyire szerettél, majd növekedj a válaszodból. És szerintem ezek is olyan gondolatok, amiket mindannyian magunkkal vihetnénk a mindennapokba, meg főként az anyaságba, és talán, hogyha ezeket sikerül internalizálni, akkor nem csak magunkkal, hanem egymással is sikerül majd kedvesebbnek és megengedőbbnek lenni. És egyébként annak is érzem a fontosságát, hogy egy barátnőddel, vagy anyuka ismerősöddel időnként ki tudj beszélni egy harmadik anyukát, hogy szerinted ő miért nem csinál jól, és ebből is nyilván mindannyian kapunk egy kis dopamin adagot, de hogy egyrészt ne ez legyen szerintem az általános, másrészt meg ne ezen a szemüvegen keresztül nézd a saját anyaságodat, meg a saját gyerekedet, meg a saját családodat, hanem tényleg csak tedd a tőled telhető legjobbat minden pillanatban. Ezekről a dolgokról szerettem volna ma beszélgetni veletek egy kicsit, erről mesélni, de hogyha vannak ezzel kapcsolatos gondolataitok, akkor azt nagyon-nagyon szívesen várom kommentben. Remélem, hogy tetszett ez a videó. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!